Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Jobbik nagyon sokszor kifejtette, hogy mindent támogat, ami akár csak 3, 4, 5, 10 hiteles helyzetén segít. Még annak ellenére is, hogy a Fidesz-KDNP kormányzata nagyon sok olyan javaslatunkat lesöpörte, leszavazta, ami egyértelműen tömegeken segített volna, gondoljunk csak a végrehajtási jutalék maximalizálására, vagy arra az indítványunkra, hogyha valakitől elvették az ingatlant, a lakást, legalább ne adós rabszolgaként kelljen, hogy folytassa az életét, hanem kapjon esélyt egy valódi újrakezdésre. Sajnálatos módon, önök cinikus módon ezeket leszavazták, mi mégis támogatjuk azt, ami akár csak 5-10 adósnak segít. Ugyanakkor megint csak nem érezzük teljes körűnek még ezt a szűk, részleges megoldást sem, ami csak pár ezer, pár tízezer embert érinthet, hiszen óriási szükség lenne álláspontunk szerint nem csak a végtörlesztésre, hanem egy úgynevezett résztörlesztési lehetőségre, melynek lényege szerint, ha valakinek nincsen 10 milliós tartozás esetén 10 millió a kredencben vagy a párna alatt, akkor törleszthessen a kedvezményes árfolyamon akár 3-4 millió forintot, ha olyan szerencsés, hogy van ennyi tartaléka, a terhei csökkenhessenek ennyivel, tehát ne húzzuk meg csak egy szűk kör számára elérhetővé téve ezt a lehetőséget, hanem igenis terjesszük ki mindenkire. Beszéljünk a vállalkozókról is egy kicsit. Nagyon sokan a saját kisvállalkozásuk fejlesztése érdekében a saját ingatlanjukra vettek fel jelzálogot. Őket sajnálatos módon nem érinti az a mentőöv, ami egyébként elérhető kellene, hogy legyen a számukra is. Ez újabb probléma. Az önkormányzatok bajaira sem találtak önök megoldást, az önkormányzatok is nagyon nagy mértékben devizában vannak eladósodva. Az ő esetükben is sokat segíthetne egy hasonló kiterjesztés, amely őket is érinti. Végső megoldásként mégiscsak a hitelek forintosítását tudjuk elképzelni, a felvételkori árfolyamon történő forintosítást, melynek értelmében és amely lehetőséggel az állampolgárok mentesíthetőek lennének a bankok által rájuk rólt büntető kamatoktól, az egyoldalú szerződésmódosítások következményéről, csak hát ehhez egy kis bátorság kellene, ehhez szembe kellene menni egy kicsit a bankrendszerrel, nem elvenni a profitjukat, nem az indokolt hasznot elvenni, hanem az indokolatlan, extra és luxus profitok egy részének a megcsapolásával, visszahozni a játszmába a magyar állampolgárokat, lehetővé tenni számukra, hogy igenis tisztességes életet élhessenek. Éppen ezért a Jobbik országos aláírásgyűjtési kampányát, mely cselekvési kényszerbe hozta a kormányzatot is, a továbbiakban is folytatni fogja, egészen addig, amíg az utolsó önhibáján kívül bajba kerül devizahitelest is meg nem tudtuk segíteni. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt ház, a Jobbik maga részéről nem kíván kistílű vitákba bocsátkozni, ezért egy kicsit szélesebb kiterjesztésben próbálja ezt a vitát átlátni, megérteni, de nagyon nehéz megérteni a kormányzat álláspontját, önmagában a képviselőinek a viselkedését, miszerint a csengőre beszaladnak, beszivárognak a terembe, de érdemben nem nagyon tudnak hozzátenni ehhez a vitához semmit. Mondhatnánk, hogy a szavazógépek gyakran elromlanak, de mégis inkább próbáljunk meg arra a tárgykörre szorítkozni, amiért itt vagyunk. A tévé hirdetésekben és burkolt kormányzati hirdetésként egyébként sokszor lehet azzal szembesülni, hogy önök senkit nem hagynak az út szélén. Hát lehet, hogy senkit nem hagynak az út szélén, de az útilaput is kiírtják az út széléről, hiszen nehéz tüzérséggel támadnak a hangyákra, olyan megoldási csomagot tettek le az asztalra, ami egyrészt szőnyegbombázást csinál Magyarországon, másrészt a károsultak csak egy nagyon szűk körét tudja megtámogatni. Ebben az esetben a végtörlesztés esetében is a módosítás módosításának a módosítását módosítgatjuk most is, azért, hogy az első tervek szerint több százezer emberen segítsenek, most már önök és az önökhöz közel álló szakértői körök is bevallják, hogy mintegy 50-60-70 ezer ember lehet az, aki igénybe tudja venni ezt az állítólagos segítséget. Na de milyen áron? Ami a leginkább vérlázító, nem csak ebben a vitában, de egyáltalán a végtörlesztés kérdéskörében az az, hogy a kormányzat többször felszólítja magyar családokat úgynevezett társadalmi szolidaritásra. Egy olyan fokú modern padláslesöprésre, ahol nem csak a bajban lévő család, de a többi család mag, tehát a rokonság egészen álljon össze, az összes tartalékát kaparja össze, adott esetben vegyen fel kölcsönöket, szüntesse meg a befektetéseit, ha még vannak, és adjon oda mindent annak a bankrendszernek, amit időközben nem számoltattak el, ami a károk 90-95%-áért felelős. Semmiféle elszámoltatással nem kell szembesülniük, miközben magyar családok tartalékait a nullára akarják csökkenteni, hagyj ne mondjam, hogy egy kedvezőtlen árfolyamváltozási helyzet esetében mi vár ezekre a családokra, hiszen az utóbbi egy és negyed év teljesítménye mutatja, hogy a kormányzat nem védi meg őket, nem is képes és nem is akarja megvédeni őket ettől a helyzettől.
de hogy a konstruktivitásunkat is mutassuk a végtörlesztéssel kapcsolatban, és egyáltalán a széles spektrumban vett devizahiteles kérdéskörrel kapcsolatban számtalan olyan ajánlást letettünk, ami segíthetett volna a magyar embereknek. Önök ezeket sorra leszavazták. Leszavazták azt, amikor a végrehajtási jutalékot maximálni akartuk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki egy olyan végrehajtási maffia, ami érdekelt az ingatlanok dobraverésében. Akkor is leszavaztak bennünket, amikor azt javasoltuk, hogy ha valaki már elvesztette a lakását, ingatlanját, akkor legalább nulláról kezdhesse újra az életét, ne legyen adós rabszolgája a rendszernek további éveken, évtizedeken keresztül. Sajnálatos módon a független fideszes képviselő segítségével eljutottunk odáig, hogy ez sem kerülhetett a ház elé, még csak vitára alkalmasnak sem találhatott. Elmondható az, hogy a végtörlesztés esetében is ez a legnagyobb bajunk. Segít egy szűk körnek, jobbára gazdagabbaknak és a szerencsésebb takarékos embereknek, akik még rendelkeznek tartalékkal, nagyon kevesen vannak ilyenek Magyarországon. Amikor azt javasoljuk, most ezekben az órákban is egyébként, hogy igenis, akkor fogjuk meg ezt a rendszert, és ne csak azoknak tegyük lehetővé, akik elég tehetősek hozzá, hanem egy résztörlesztési módszer keretein belül a kevesebb tőkével rendelkezőket is vonjuk be, akkor megint csak válvonogatással és kifogásokkal találkozunk. A modell lényege az lenne, hogy aki 10 millió forinttal tartozik, de csak 3 vagy 4 millió van neki, akkor ezt egy résztörlesztési formában fizethesse vissza kedvezőbb körülmények között, ezáltal mentesülve legalább a tehertétel egy része alól. Ezt követően természetesen meg kell követelni a bankrendszertől, és ellenőrizni kell a bankrendszer kihágásokat tanúsító tagjait, hogy ne az következzen be, hogy a törlesztő részlet ugyanakkora marad, csak a futamidő csökken, ahogy a Strogán képviselőtársam vizionálta. A valósághoz sokkal közelebb állna egy olyan rendszer, melynek értelmében a résztörlesztéssel csökken az adós terhe, tehát csökken a törlesztő részlete is, és az árfolyam spekulációnak is egy kicsit kevésbé van kitéve. Ez a rendszer lenne az, ami szélesebb körben, igenis nagy tömegekkel lenne képes segíteni. Cséfalvai államtitkár úr ettől retteg, mert ő azt hiszi, hogy mindentől bedől a forint, hogyha a zúzmara megjelenik a természetben, attól is bedől a magyar forint. Mi ezzel szemben nem rettegünk ilyenektől, hiszen amikor a forintosítást javasoltuk, mint teljes körű devizahiteles megoldást, akkor is azt az államtitkári választ kaptuk, hogy hát ez bedönti a forint árfolyamot, és lásd csodát, végül is a végtörlesztés révén önök egy részleges forintosítást hajtottak végre, a Jobbik programjától megihletve, hogy elismerik vagy tagadják, ez lényegében teljesen mindegy. Látható az, hogy a forint árfolyama nem attól fog véglegesen bedőlni, hogy azokat a devizahiteleket, amelyeket bűnös, lator módon működő bankok behoztak az ország, mint hibás spekulatív termékként forintosítjuk-e, mentesítve az ügyfeleket a rájuk rakott büntetőadóktól, az egyoldalú szerződésmódosítások következményeitől, vagy pedig gyáva módon, mint ahogy azt önök teszik jelen pillanatban, hagyják ezt a rendszert úgy, ahogy van, több százezer emberen nem segítenek, és látvány politizálással éve pár ezer, pár tízezer ember pedig látszólag kihúznak a bajból, kicsit foghias módokon, mint ahogy látjuk a következő ciklusra is áttolva a visszafizetési kötelezettséget azoknál, akik például rögzített árfolyamon fizethetnek. Az a problémánk tehát, hogy leszavazzák a konstruktív javaslatainkat, érdemi vita nem vagy alig alakul ki ezek kapcsán, a résztörlesztés lehetősége is egy olyan javaslat, ami legalább a vitát megérdemelné, tehát legalább a konstruktív reakciókat, válaszokat. Mi ezt úgy képzeltük el, hogy egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat sorozat keretein belül folyamatosan lehet vizsgálni, monitorozni a bankokat azt illetően, hogy nagyobb terheket hárítanak át a magyar adósokra, mint a külföldiekre. Látható volt az utóbbi időben, hogy történt ilyen Magyarország és Lengyelország viszonylatában, amikor is kiderült, hogy a magyar devizaadós 1,5-2%-kal több kamatot fizet, mint a lengyel devizaadós. Ennek az pedig az az oka, hogy az önök által kivetett ágazati különadót áthárítják a bankok, a magyar kormányzat és pénzügyi felügyelőség pedig ezt hagyja. Ezt érintetlenül hagyja, semmit nem tesz ezzel a területtel. A fő problémánk tehát az, hogy van Magyarországon egy bankrendszer, amely a probléma magvát okozta, amelyet 7, azaz 7 alkalommal húztak ki az utóbbi 21 évben bankkonszolidáció formájában a bajból, amely utoljára is 600 milliárdos bankmentő csomagot kapott, és amely nem hajlandó részt venni abban a kármentésben, aminek az eredője leginkább és lényegében ő maga. Ehhez képest kozmetikázgatunk olyan megoldásinak nevezett dolgokat, amelyek a teljes körű, széles körű megoldástól igen-igen távol állnak, és egy és negyed év elteltével ott tartunk, hogy pár ezer ember sorsán megpróbálnak segíteni, százezreket viszont továbbra is hagynak a híd alá menni. Ez a Jobbik számára tökéletesen elfogadhatatlan.
Nem azzal van problémánk, hogy ezt az előttünk fekvő előterjesztést támogassuk-e vagy sem. Egyértelmű, hogy támogatni kell mindent, ami segít a károsultakon. Az a nagy problémánk, hogy egyedül érezzük magunkat a parlamentben, a bankok mellett kiálló és a multik mellett folyamatosan kiálló pártok mellett. Mi, mint a bankárkaszt visszaélőivel szemben fellépni kívánó párt, nagyon is egyedül érezzük magunkat olyan esetekben, amikor az egész devizahitelezés kérdéskörét nem a teljes spektrumában kezelik, például a kokáért. Nem veszik figyelembe azt, hogy a magyar vállalkozások mennyire adósodtak el ennek következtében. Nagyon sok magyar kisvállalkozás, aki munkahelyet ad, sokkal többet, mint a múltig, 11-szer annyit egész pontosan, a saját lakóingatlanjára vette fel a devizahitelet, és most nem tudja ezeket a kedvezményeket igénybe venni. Nagyon sok magyar önkormányzat devizában adósodott el, nem tud semmiféle kedvezménnyel kikecmeregni a csapdából, és a magyar államadósság egy tekintélyes része is devizában mér. Mi éppen ezért csak azt tudjuk mondani, ha arról beszélünk, hogy menjünk szembe a visszaélő bankokkal, nem minden, csak azokkal, akik tisztességtelen piaci magatartást tanúsítottak, és menjünk szembe a multinacionális háttérérdekeltségekkel, akkor mondjuk ki azt, hogy az egyetlen megoldás valóban a hitelek forintosítása. Önök is tudják, én is tudom, hogy ez nem rengetné meg a magyar gazdaságot, nem döntené be a forintot. Bátorság kérdése az egész, hogy merjük-e forintosítani a devizahiteleket a felvételkori árfolyamon, mentesítve az adósokat, minden rájuk terhet büntetőkamat egyoldalú szerződésmódosítás következménye alól, hogy végre azok fizettessék meg a luxus profitjukból a károkat, akik azt okozták, tehát a magyar bankrendszer legyen az, aki nem a hasznát veszti el, hanem a hozzá indokolatlanul került luxus profit egy részéből újra élhető helyzetbe hozná a hiteleseket. Ez az egyetlen megoldás, amit el tudunk képzelni, e tekintetben kompromisszum pedig nem képzelhető el. Köszönöm a figyelmet. A jegyzőkönyv kedvéért ki kell fejtenünk azt, hogy a vita során elhangzott 4-5 konstruktív javaslatunk, ami nem csak ez az előterjesztés, ez az egész kérdéskörhöz csatlakozott, lényegében válasz nélkül marad. A szokásokhoz híven, és ez az óriási mellény, ez a pofátlan arrogancia fogja önöket eltüntetni a történelem süllyesztőjében, ezért fognak tudni visszatérni azok a kártevők, akik ennek a helyzetnek a nagyját előidézték. Ez az önök felelőssége lesz, igenis lehet mosolyogni. Sajnos ez várható Magyarországon. Foglaljuk össze, hogy mit tettek önök. A második Orbán kormány hivatalba lépése óta a KHR adatai alapján mintegy 124 ezerrel nőtt azoknak a károsultaknak a száma, akik legalább 90 napja és legalább a minimálbér dupláját elérő összeget nem tudnak visszafizetni. Tehát az önök válságkezelése annyira sikeres, hogy plusz 124 ezer ember van bajban. Természetesen napról napra növekszik ez a szám. Vannak konstruktív előterjesztések, mint a résztörlesztés ötlete, ami további 10 000-eken segíthetne. Nem az lenne az elsődleges problémánk, hogy leszavazzák, de hát el se jutunk odáig, önök nem reagálnak a vitában elhangzottakra. Rogán képviselőtársam egyszer ezt megtette, amikor ellenérvet kapott utána, nem tudom, talán nem tudott újabb panelt előhúzni a zsebéből, de nem reagált erre. Most is meg lehet ezt tenni, természetesen mosolyogva, de a következményei a következő választáson meg lesznek a tekintetben, hogy a károsultak nem fogják önöknek elfelejteni azt, ami itt történt. Egyrészt ezen a napon a házban, másrészt az összes többin, amikor ez a kérdéskör felmerült. És elmondható az, hogy látványos piramis építésekkel, mint amilyen az Ócsai falunak a tervezete, és olyan tervekkel, mint amikkel önök előálltak, bárki elő tudott volna. A nemzeti eszközkezelőjük is 1,5 évig a homályba veszett, a ködben volt, aztán előálltak egy 2+3 milliárdos költségvetéssel, miközben Debrecen város amúgy nagyon fontos futballstadionjára ennek dupláját szánják. Ez az egy kép mindent elmond a kormányzati teljesítményről. Arra kérem önöket, hogy szedjék össze magukat. Köszönöm a figyelmet.